Üdvözlöm a mai este előadóját, Nádori Gergelyt, aki a Minecraft webinárium sorozat második részét fogja tartani, Minecraft alapok címmel, úgyhogy mindenkinek jó szórakozást és sok érdekes ötletet kívánok. Tessék, parancsol! Igen, én is nagyon nagy örömmel köszöntök mindenkit. Tér, hogy itt mi történik, meg miért történik. Van ez a projekt, az Építsük meg Magyarországot projekt, amit a Microsoft kezdett el pár hónappal ezelőtt tulajdonképpen már meghirdették, és igazából egy ideális projekt lehet a digitális témahétre is. És úgy gondoltuk, hogy segítünk annak, akinek van kedve belevágni ebbe, azzal, hogy webináriumokat is tartunk ebben a témában. Négy webináriumot terveztünk, ebből egy már elhangzott, és el is érhető a Digitális Témahét YouTube csatornáján, úgyhogy ha valaki itt csatlakozik be, és olyan kérdése lenne, hogy na jó, de hogyan jut ő Minecrafthoz, meg miként szerzi be, őt oda irányítanám, tehát hogy abban a webináriumban nagyon-nagyon részletesen és lépésről lépésre benne volt, hogy hogyan lehet a Minecraft Education Edition megszerezni. A következő webináriumot a Szabó Imre tartja majd, és annak a témája pedig a Education Editionnek a különlegességei lesznek, tehát hogy a Minecraftnak a kifejezetten oktatási változata az milyen olyan dolgokat tud, amitől egy tanár boldog lesz, hogyha használhatja. Az utolsó az pedig tulajdonképpen arról szól majd, hogy hogyan lehet egy projektet felépíteni és felhúzni a Építsük meg Magyarországot pályázatra. Ez a mostani, ez általánosságban a Minecrafthoz ad bevezetőt. Én nem fogok sokat beszélni erről a Építsük meg Magyarországotról most éppen, és nem is nagyon fogok arról sem beszélni, hogy és akkor mit tud a Minecraft Education Edition, meg mit nem, hanem általánosságban arról lesz szó, hogy mit is tud a Minecraft, és vajon miért érdemes az oktatásban használni. Az érdekessége a Minecraftnak magának, és akkor így néz ki egy nyitóképernyője. Tehát az érdekessége az az, hogy ez eredetileg egyetlen egy programozó ötleteként indult, aki maga akart egy ilyen szabad világot csinálni, és az alapötlet az az volt, hogy ez a világ ilyen térbeli pixelekből, úgynevezett voxelekből építkezzen, jöjjön létre, és benne lehessen tulajdonképpen bármit csinálni. Maga a játék az egészen hihetetlenül népszerű lett nagyon-nagyon gyorsan. Kiderült, hogy az emberek, vagy legalábbis nagyon sokan vannak olyanok, akiket rettentően izgat az, hogy nem valami kötött pályán kell végighaladniuk, hanem szabadon csinálhatnak, és maguk építhetnek, és építkezhetnek, ahogy szeretnének. Egy picit egyébként, ha úgy tetszik, akkor azt is mondhatjuk, hogy a Minecraft az nagyjából egy ilyen számítógépes virtuális Lego, és ehhez hasonló, a Legóhoz hasonló lehetőségeket is ad meg a felhasználók számára. És aztán Gergely, a Minecraftot felvásárolta. A kiképet, mert nem látunk képet. És nagyon érdekes módon, elsődlegesen, mint oktatási platformra tekint rá, és úgy gondolja, hogy elsődlegesen ez egy remek oktatási Okay, most már jó. Oktatásban lehet használni. Azt gondolom, hogy nagyjából bárki bízhat abban, hogy egy osztályban lesznek olyan gyerekek, akiknek már van gyakorlata a Minecrafttal, akik tudják, hogy az alapokban hogyan meg miként kell használni. Nem
nem kell attól félni, hogy őket nagyon-nagyon be kell vezetni abba, hogy itt mit meg miként kell csinálni. És egyébként támaszkodni is lehet rájuk aztán abban, hogy az ember maga találjon ki dolgokat, vagy hogy ezeket hogyan meg miként lehet megvalósítani. És akkor bele is vágnánk. Igen? Én annyira kitettem képet, hogy még. Azt hittem, hogy... Aha. Nem, az történt, hogy nem kattintottam rá a share-re a végén, hanem csak kiraktam a képet. Ezt most lehet látni? Jó. Előtte ezt mutogattam. És most pedig ezt. Na, tehát, hogy így néz ki az induló oldal, nagyjából egyébként ugyanígy néz ki, függetlenül attól, hogy az oktatási változat, Education Edition az, amivel az ember szembe találta magát, vagy az alapváltozat, a mobiltelefonos változatok azok picit különbözőek, azokban azért messze nem lehet olyan sok dolgot megcsinálni, mint ezekben. És akkor a legelső dolog, amit a gyerekekkel érdemes megcsinálni, meg aminek neki fognak vágni, az itt az, hogy beállíthassák, hogy ők hogyan fognak kinézni, az mindenkinek nagyon fontos, hogy ő hogyan néz ki, hogy milyen lesz. Ugye ez itt, akit itt látunk, ő a Minecraft alapfigurája, akit Steve-nek neveznek, de itt aztán jó néhány továbbit ki lehet választani, és akkor most már akkor így fogunk kinézni. És az megint a következő dolog, ez a beállítások, amire egy picit érdemes odanézni. Ezek az alap beállítások, ezek teljesen rendben vannak, nem nagyon kell velük foglalkozni. Itt be lehet állítani, hogy mivel használja az ember, csak billentyűzettel és egérrel, kontrollerrel, mert hogy van egyébként külön kifejezetten az Xbox-ra készített változat is, úgyhogy ha valahol az fordul elő, akkor avval is lehet használni, vagy érintéssel akarjuk használni, ez tableteknél, hibridgépeknél, érintőképernyős eszközöknél lehet fontos. Be lehet állítani majd a hangerősségét, meg a nyelv, mert hogy milyen nyelven legyen az alap interfész, amit használ az ember, hogy milyen hangok legyenek, a zenét azt lekapcsolta, engem rettenetesen idegesít. És hogyha itt mindent beállított, megint mondom, alapvetően nem kell hozzányúlni semmihez, mert ezek beállítások. Még ami esetleg számíthat, ez, hogy az automatikus ugrást van, aki szereti bekapcsolni, az abban segít, hogy ha egy lépcső azért, akkor automatikusan, ha előre, akkor el fog ugrani. Egyébként akkor az első, amivel kezdünk, az a játék. És azt mondjuk, hogy én egy új világot fogok itt létrehozni. Ez, hogy a barátok hogy jönnek meg a kiszolgálókhoz csatlakozást, ezt a jövő héten fogja Imre megmutatni, mert hogy akkor látszik majd, hogy akkor látszik majd, hogy a többen hogyan tudnak együtt dolgozni egy világban. Erre én most nem térek ki, ezt én most nem mutatom meg, hanem ez a jövő héten kerül majd csak elő. Tehát itt az ember azt mondja, hogy egy új világot akar létrehozni, és nem valamilyen sablon alapján akarom létrehozni, hanem
hanem rögtön csak így rákattintok. Adhatok neki egy nevet, ennek most az lesz a neve, hogy DTH ennek a világnak. És ami még érdekes lehet, az az, hogy itt különböző dolgokat be lehet állítani. Az egyik az az, hogy milyen fajta világban szeretnénk játszani. A kétféle van, a túlélő és a kreatív világ. Ezt majd meg fogom mutatni, hogy melyik mit jelent. De most egy túlélővel fogunk kezdeni. És a nehézséget is itt be lehet állítani, én most könnyű nehézségre fogom állítani. A világtípus az nem olyan fontos, a kezdőérték az egy alapszám, ami alapján véletlenszerűen elkezdi generálni a világot a rendszer. Egyfelől az internet tele van olyan ilyen kezdőértékekkel, seed numbernek hívják egyébként angolul őket, amikkel ilyen-olyan fajta érdekes világok jönnek létre, de még talán azért is lehet ez fontos, hogyha nem ugyanabban az egy világban, de azt akarjuk, hogy ugyanolyan világban játszanak gyerekek, akkor ha mindenki ugyanazt a számot írja itt be, akkor ugyanolyan világban fog játszani. De csapjunk is bele a lecsóba, úgyhogy rögtön ide kattintok, hogy, egy új világot hozunk létre, és akkor ezt lehet látni, így néz ki ez a világ, és mozogni benne azt a W, A, D és S betűkkel lehet. Ugye itt lehet látni. Az egérrel tudok elfordulni, hogy merre felé nézzek éppenséggel. És hát rögtön, amit én megpróbálok itt megtenni, az majd az lesz, hogy valami fákat kellene találni a boldogságunk érdekében. Ez egyébként, amikor itt az első napját valaki végig éli, az alapból lehet érdekes, és akkor itt most kezdjünk is el arról beszélni, hogy hogyan lehet használni tanításban a Minecraftot. Például az egy alap érdekes és izgalmas foglalkozás lehet, hogy valaki az első napját írja le naplószerűen. Aztán, hogyha idegen nyelven tanul éppen, akkor idegen nyelven írja le naplószerűen, hogy mi történt vele az első napon, vagy az első néhány napon. Itt van egy fa, és ami rögtön a legfontosabb, hogyha az egéret megnyomom, akkor itt ebből ilyen darabokat tudok én kiszedni magamnak. És hogyha itt ütögetem, akkor ilyen fa darabok esnek le belőle. Ezek ott vannak most a földön, ott láthatóak, és ha oda megyek, akkor rögtön össze is szedem őket, és lehet látni, hogy itt van 4 darab ilyen fa az én egyes számú ilyen helyemen. Ezek között, a helyek között egyébként a egérnek a görgőjével tudok váltogatni, és akkor kiderül, hogy éppen mi van a kezemben. Most éppen ugye a tölgyfa azt ki is írja. Itt ebből a tölgyfából szedtem ezt le. Na, egy ötödiket is összeszedünk, mert miért ne. A következő dolog, ami nagyon fontos, amit mutatnék, az a Minecraftnak abból a szempontból a lényege, hogy hát erről szól a crafting, a készítés, azokkal az eszközökkel, amiket az ember, vagy azok a dolgokkal, amiket összeszedett, azokból újabb dolgokat lehet készíteni. Ehhez az E betűt kell megnyomni, és akkor itt mutatja is, hogy mit tudok belőle készíteni. Ha ezt ide teszem, akkor tölgyfadeszkát lehet belőle készíteni. Én készítek is most egy csomó tölgyfadeszkát. És akkor
az is látszik, hogy itt már újabb dolgokat tudok készíteni. Az első az ez lesz, készítek egy barkácsasztalt. A következő pedig, amit készíteni fogok, botot fogok készíteni egy párat, az rettentően hasznos nekem. És azt is megint lehet látni, hogyha botom van, akkor újabb dolgok lehetővé váltak. És ezt a barkácsasztalt, ezt ide leteszem a kezembe, becsukom a dolgot, és most, hogyha a kezemben a barkácsasztallal itt erre a pontra kattintok, akkor oda letettem a barkácsasztalt, és hogyha most arra kattintok rá, akkor wow, már is lehet látni, hogy itt már aztán csak ebből a két anyagból már sokkal-sokkal több mindent lehet csinálni. Például egy faásót, azt két botból, és itt egy deszkából, hát, hogy faásó az nekem mindenféleképpen kell. Meg egy facsákányt is szeretnék csinálni, hát anélkül is azért nagyon nehéz élni. És akkor ezekkel már boldog is vagyok. És a következő dolog, aminek neki kezdek, az az lesz, hogy ezzel a kis ásómmal itt a földet elkezdem ásni. Nem csak véletlenül teszem ezt, hanem azért, mert nem sokára majd jön az este, és a Minecraftban, amikor jön az este, akkor a szörnyek is megjelennek. Ugye azt is lehet látni, hogy ezeket a földdarabok is megjelentek itt rögtön, amiket összeszedtem. És ezeket is le tudom rakni. Hátrébb megyek, ott egy tehén. Kiválasztom a földdarabot, és ha ide teszem, akkor már itt van a földdarab, és ez remek módon segít nekem majd a lakásom építésében, hogy este nehogy valami bajom legyen. Ugye hát ahhoz, hogy akkor további földdarabokat szerezzek, semmi más nem kell csinálni, mint itt tovább ásni. És azt is lehet látni, hogy ott már megjelent egy másik fajta anyag. Az a kő, követ azt az ásóval nagyon nehéz ásni, ám de annyival könnyebb, hogyha az ember a csákánnyal áll neki. Ugye mindenhez megvan egyébként a megfelelő eszköz, amivel használni lehet. És hogyha megint oda sétálok, akkor összeszedem ezeket a dolgokat, és majd felhasználhatom arra, hogy a kis házikómat azt még csodálatosabbra építsen fel. Hogy most így néz ki, hát ugye jó lenne ide majd egy ajtó, ahhoz további fára lesz szükségem, akkor az ember elsétál ide a fához, és további fadarabokat vág ki, hogy aztán abból majd mindjárt egy ajtót tudjon készíteni. Ezt összeszedtem, visszasétálok a holmimhoz, és akkor itt a további deszkákat kell majd készítenem ahhoz. Itt már lehet látni, hogy már tudok ajtót is csinálni, és akkor elkészítek egy ajtót. Meg azt is lehet látni, hogy most már tudok kőből mindenféle eszközöket csinálni, kőcsákányt, meg kőlépcsőt, meg kőfalat, és így tovább. És hát azért, hogy valahogy kinézzen ez a remek hely, ezért ide
lerakok egy ajtót, és mostantól ezt lehet nyitni és csukni. Következő dolog, amit itt gyorsan meg akarok csinálni, ez a kemence lesz. Csinálok magamnak egy kemencét, azt ide lerakom mellé, az asztal mellé. Kemencébe például, hogyha az ember fát rak, akkor abból majd ugye, alá begyújt a másik fával, és akkor szén készült el, ebből a kettőből pedig itt már lehet látni, hogy egy fáklyát is tudok készíteni. Ez főleg akkor lesz hasznos, amikor az ember a föld alatt kószál, mászkál, akkor lesz rá szüksége. Most, hogy mi mindent lehet ebben a világban csinálni, az tényleg egészen sokrétű, majd, hogy nem végtelen jellegű, hogy mi mindent lehet megcsinálni, mert hogy a föld alatt, hogyha az ember tovább kutat, akkor ott ilyen romokat találhat meg, hogyha erre-arra mászkálunk, akkor falukra találhatunk, amiben emberek jönnek, mennek, egyre újabb és újabb fajta nyersanyagokat lehet összeszedni, neki lehet állni szörnyekkel, harcolni természetesen, és ha a szörnyeket agyonverjük, akkor azokból is össze lehet szedni komponenseket, amikből aztán megint újabb dolgokat lehet építeni. El lehet utazni az alvilágba, hogyha akar az ember, és ott is körül lehet nézni. Azt már elég speciális, hogy hogyan kell megépíteni azt a kaput, amivel az alvilágba el lehet jutni. És hát ugye ez a kunyhó, ez nem annyira szupermenő kunyhó jelen pillanatban, de hát egészen komoly kastélyokat is lehet építeni, hogyha valaki nekiáll. Ugye most már jön az este, és még csak azt akarom megvárni, hogy valami szörny esetleg errefelé nézett, csak hogy lássuk azt, hogy ez azért van, és hogy ezért érdemes az embernek egy ilyen bunkert építeni, vagy hát valami házat építeni, ugye most már feljöttek szépen az égre a csillagok. Ami még talán fontos, hogy a Minecraft fizika azért az nem egyezik meg a világ fizikájával. Ide teszünk egy fáklyát, hogy világítson nekünk. Nem egyezik meg a világ fizikájával, ezt talán a legjobban az mutatja, hogyha így rakok két követ, és ezt az alsót innen kiütöm. Miért nem a csákánnyal teszem? Akkor az úgy ott marad. Vannak azonban olyan dolgok, amik nem maradnak ott, tehát mondjuk például a homok, van egy olyan blokk is, hogy homok, az leesik, meg van ilyen sóder, az is leesik. Na, azt hiszem ott egy szörny már ott ugrál, akkor ahhoz oda megyek, hogy megmutassam, hogy az kicsoda meg mit tud. Ez a Minecraftnak egy ikonikus szörnye, ha jól látom. Úgy hívják őt angolul, hogy Creeper, és az a rettenetes tulajdonsága, hogyha az ember közelébe jön, akkor utána felrobban. Itt az volt a szerencsénk, hogy a vízben robbant fel, és ezért nem lett nagyobb bajunk, de ezek rettentő sok szomorúságot tudnak okozni az embernek, amikor a felépített házikójánál oda osson a háta mögé egy ilyen, és robban egy nagyot, az minden csak nem barátságos gondolat. Ez tehát a túlélő mód, amiben lehet játszani, és mondom, hogyha az ember akár csak azt csinálja, hogy a diákok a túlélő módjukról naplót írnak, vagy leveleket írnak, vagy egy ilyen Robinson Crusoe-szerű
kalandot írnak belőle. Akár azt is lehet csinálni, hogy egy képernyőfelvevő szoftverrel felvételt készítenek róla, és akkor abban mesélik el a saját történetüket, az is már egy izgalmas dolog lehet. Azonban azért az igazi lényege, az igazi oktatásban sokféleképpen használható része a Minecraftnak az azt gondolom, hogy a kreatív világokban jelenik meg jobban, és akkor itt van egy kreatív világ, amibe most bemegyünk. A kreatív világ az abban különbözik legesleginkább a túlélőtől, hogy itt nem kell összegyűjtögetnünk a dolgokat, hanem mindenből... Most mi nem halljuk a hangot. Tehát ha itt lenyomom az E betűt, akkor azt fogom látni, hogy minden itt van. Tehát ha én bíborvörös ólom üvegből szeretnék építkezni, akkor ide rakom magamnak a bíborvörös ólomüveget, elszaladok oda, ahol építkezni szeretnék. Pillanat, csak itt végig szaladok ezen az erdőn, hogy tudjak valahol építkezni. Sőt, akkor rögtön meg is mutatom, hogy hogyan tudja az ember jól megtalálni, hogy hol szeretne építkezni. A kreatív módban ugyanis repülni is lehet. Ehhez, ha az ember kétszer lenyomra a space-t, akkor hirtelen felrepül, és elég magasról tudja végignézni a világot, és eldönteni azt, hogy hova akar menni. Ott nekem az a pont, az tetszik. Úgyhogy akkor oda is repülök. És aztán a shift gombbal pedig le lehet ereszkedni. Vagy ha megint kétszer lenyomom a space-t, akkor lekerülök, és akkor itt már is tudok egy sokkal csinosabb házikót építeni magamnak, mert hogy nem kell bányásznom az anyagokat ahhoz, hogy ilyen fantasztikus dolgaim legyenek, hanem egyszerűen csak kiválasztottam, hogy én akkor most ezt kérem, kezit csókolom. És akkor, ha megnézi az ember, akkor itt van megint. Válasszunk még egy zöldet is, meg egy ilyen pirosat is, és akkor már is elkészülhet, amit az ember akar építeni. Tehát ez, hogy tényleg ilyen teljes szabadsággal lehet építkezni, ez tulajdonképpen az oktatási felhasználásnak lehet a kulcsa, és akkor rögtön mondok néhány olyan ötletet, hogy hogyan meg mire lehet ezt használni. Például matematikából lehet arra használni, hogy a diákok megkapják valamilyen épületnek vagy építménynek a vetületi rajzait, és az a feladatuk, hogy megépítsék az építményt. Lehet arra használni, hogy
adunk nekik egy büdzsét, megmondjuk, hogy például a bíbor színű üveg az 50 forintba kerül, a zöld üveg az 30 forintba kerül, a kő az 5 forintba kerül, stb. És az a feladat, hogy egy adott költségvetésből, egy adott büdzséből építsék meg a lehető legcsinosabb várat, házat, építményt, amit csak szeretnénk. Tehát, hogy, és akkor egy pillanat alatt rá fognak jönni arra, hogy itt ahelyett, hogy egyenként számolnák meg azt, hogy hány lilát rak. Akkor mondom a következő ötlet, amit lehet használni, és nagyon egyszerű, hogy van valami építmény, akár mi megépítjük, nem kell bonyolultnak lennie egyébként, tehát hogy nem a Taj Mahalt kell megépíteni, és két gyerek van, az egyik az csak nézni tudja azt az építményt, amit mi megépítettünk, a másik egy üres világot lát, és az a feladata, hogy ebben az üres világban építse meg újra a első gyerek elmondása alapján. Tehát az elsőnek el kell magyaráznia neki, hogy hogyan épüljön, mit készítsen, mit hova rakjon, és akkor a végén meg lehet nézni, hogy mennyire hasonlít a kettő egymásra, mennyire sikerült megcsinálni. Aztán szintén lehet az matekból egy kiváló ötlet, hogy azt mondjuk a diákoknak, hogy van egy építmény, építsék meg annak a kétszeres nagyított változatát, vagy a lekicsinyített változatát. Esetleg mondhatjuk azt, hogy van egy építmény, és forgassák el 50 fokkal, vagy forgassák el 90 fokkal, és így tovább. Tehát így is lehet matekra használni. Akkor természetesen remekül lehet használni arra a történelemből, hogy megépítsenek valamilyen történelmi helyet, eseménynek a helyét, várat, és így tovább, ugye azt már nagyon-nagyon régen volt is róla egy cikk nálunk is a tanárblogon, ahol a frissen Suli Network díjas Bognár Amália épített meg a diákjaival Nándorfehérvárat, és akkor a diákoknak ahhoz nagyon alaposan kellett tudniuk azt, hogy hogyan meg miként épül fel Nándorfehérvár ahhoz, hogy ezt akkor így meg tudják építeni. Aztán a másik ilyen érdekes dolog, amit szintén lehet csinálni, az az, hogyha a diákok, ugye itt most sötét lett, úgyhogy éppen próbálok valami világítást csinálni, a másik, hogyha a diákok irodalmi helyszíneket építenek meg, tehát az a feladatuk, hogy építsék meg akár a János Vitéznek a helyszíneit, vagy bármely más irodalmi műnek egyébként. Tehát ebből is lehet játszani. Aztán lehet olyat is csinálni, hogy kihasználni itt azt, ami a természet része. Lehet építeni például elég jó gátakat vízgazdálkodáshoz, öntözőrendszereket, hogyha akar az ember. Lehet arra is használni, hogy közgazdaságtant gyakoroljanak a diákok, tehát meg lehet azt tenni velük, hogy egy közösséget kell felépíteniük, és megmondjuk, hogy kinek milyen feladata van, mi mennyit ér, és az építőanyagot kapják meg tulajdonképpen, mint fizetséget. Ugye tanárként, amit még érdemes tudni, ami elég fontos, a legelején, amikor a világ beállításairól volt szó, itt, akkor volt egy olyan beállítás, hogy a csalások azok aktívak, vagy nem aktívak éppen. A csalásokat azt a
igazából alapból a tanár tudja csak használni, a diákok azok nem. Meg lehet azt csinálni, hogy ők is legyenek képesek rá, hogy használják, de bőven elég, hogyha csak mi vagyunk képesek használni. A csalásokat azt a per-nek a lenyomásával, vagy a T betű lenyomásával lehet elérni. Tehát a T-vel jelenik meg az, ahol parancsokat lehet kiadni, meg csevegni is lehet. Egyrészt lehet, ha itt beírok valami szöveget, és másokkal együtt játszom, akkor az nekik is megjelenik, de nem ez lesz az igazán érdekes nekünk, hanem mondjuk például, hogyha egy ilyen pert ütök be, és az időjárásnál átkapcsolom arra, hogy legyen vihar, és beütöm azt, hogy enter, akkor lehet látni, hogy már is elkezdett esni az eső, és mindjárt villámlani is fog itt a nálunk. Ezekkel a parancsokkal nagyon sok mást is át lehet állítani egyébként természetesen. Tehát lehet olyat is csinálni, hogy egy-egy játékosnak odaadjunk valamilyen blokkot, valamilyen tárgyat. Lehet olyat is csinálni, hogy átrakjuk őket a térképnek egy másik részére, egymás mellé tegyük őket, és így tovább, és így tovább. Tehát nagyon-nagyon sokféle dologra fel lehet használni ezeket, de én most visszaállítanám az időjárást szép derültre, mert nagyon csúnyán esik az eső. És akkor a másik, amire lehet használni természetesen ezt a Minecraftot, hogy akár valamifajta illusztrációkat készítsenek el a diákok Minecraftban versekhez, tehát ha a Tiszán állt tanulják például, akkor nyugodtan lehet azt mondani, hogy készítsenek hozzá a Minecraftban illusztrációt. Szintén még irodalomból lehet olyanra használni, azt nemrég láttam, és egyébként a magának a Minecraft Education oldaláról le is tölthető irodalomtanár felépítette a Kafka átváltozásnak a Minecraft modelljét, épített hatalmasban egy szobát, és az ember ott valóban úgy tud mozogni, ez a bogár lenne, és egy kicsit megtapasztalhatja, hogy milyen az. A jövő héten azt gondolom, hogy sokat fog arról beszélni majd a Szabó Imre, hogy hogyan lehet interaktívvá tenni a diákok számára a Minecraftot, tehát hogy lehet a mindenféle figurákat beállítani, akikkel ők akár még beszélgethetnek is, tehát ez is előkerül majd. De én azt remélem, hogy ez ilyen bevezetőnek ahhoz, hogy miket is tud maga a Minecraft, meg mire lehet használni a tanításban, talán hatékony volt. Amit még mindenkinek biztosan és sok szeretettel javaslok, az a magának a Minecraft Education oldalnak a felkeresése. Egy kicsit kell hozzá tudni angolul, de ötleteket gond nélkül lehet lopni onnan. Ami itt van, és akkor itt lehet majd látni a Class Resources-nál, hogy iszonyatos mennyiségű foglalkozásvázlat, lecke van, amiket le lehet tölteni, és amiket aztán az ember nyugodtan használhat maga tovább, ahogy csak szeretne. Ugye itt most nem volt nagyon idő arra, de van egy elektronikához hasonló rendszer is a
Minecraftban ez a vörös kő, amivel nem úgy működnek, mint az áramkörök, de hasonló dolgokat össze-vissza lehet építgetni, és egészen bonyolult szerkezeteket össze lehet rakni, úgyhogy arra is lehet használni. Bőségesen vannak itt ötletek, amiket az ember összeszedhet. Én inkább most abba is hagynám, és hogyha kérdés van, akkor arra nagyon szívesen válaszolok. Már itt van a chatben néhány korábbi kérdés. Igen. Jó. Akkor nézem. Hát ha az Education Editionben a tanár, az mindenkinek a munkáját látja. Hogyha valaki ugyanabban a világban vannak, akkor egymás munkáját is látják gond nélkül. De az is lehet, hogy mindenki külön világban dolgozik, akkor csak olyankor látják, hogyha a tanárnak elküldik. Az üres világ az ilyen előre beállított természeti alapot jelent, de amikor az ember egy új világot indít, akkor arra is van lehetőség, amikor kiválasztom azt, hogy milyen világot szeretnék indítani, új létrehozása, hogy fűblokkok nevű, az maga a teljesen sík világ, amiben az ég egy adta világon semmi nincsen. Tehát ez az, amit szintén lehet használni. Hogy tanórán, szakkörformájában vagy otthoni munkaként lehet elképzelni, bármelyik. Tehát azt gondolom, hogyha az ember tud gépekhez jutni, akkor lehet jó pofán tanórán is használni, akár például matematikából egy ilyen vetületi rajzos rajzolósat, vagy lehet egy ilyen elforgatósat csinálni. Szakkörként szerintem szuper jól működik, tehát hogyha az ember azt mondja, hogy Minecraft szakkört akar csinálni, és ehhez mi ki is dolgoztunk egy ilyen éves ötletsort, nem nevezném tanmenetnek, mert annál azért kicsit kevesebb, hogy miken lehet esetleg végigmenni. És nyugodtan ki lehet adni azt is olyan gyerekeknek, akiknek megvan a Minecraft, meg akik otthon hozzáférnek géphez, hogy dolgozzanak rajta otthon, és boldogan fognak egyébként. Tehát az én tapasztalatom az, hogy a Minecraftban sokkal-sokkal többet is megcsinálnak, mint amit egyébként gondolna az ember. Húha, azt mindjárt megkeresem egy pillanat. Hát ha itt van, azt hiszem. Ötletsort szerintem azt kitesszük, a tanárblogon meg fog jelenni pár napon belül. Hát hogyha a gyerekeknél, amikor otthon dolgoznak, akkor az egyik legegyszerűbb az, hogyha képernyőképet készítenek, vagy képernyő videófelvételt készítenek arról, amit csináltak,
és akkor, akkor azt lehet nyugodtan beadásnak venni, de hogyha a gépet elérnek az iskolában, akkor az az előnye is megvan a dolognak, hogyha ő belép a saját accountjával, akkor igazából bármely gépről eléri azokat a világokat, amiket csinált. Tehát, hogy nem kell a otthoni gépet feltétlenül becibálnia. De egyébként ki is lehet exportálni világokat, és akkor abból be lehet tölteni. Tehát, hogy ez is van, tehát akár egy pendrive-ra is ki lehet menteni azt, amivel dolgozik valaki. Itt igazából az alapkérdés, hogy melyik fajtára van szükség. Tehát az Education Edition-t azt az iskolán keresztül lehet megszerezni, és erről szól a előző webinárium, amelyik a YouTube-on elérhető. A nem Education Edition-t a diákok ilyenbe bele tanulni kezdőként, az nagyon rövid idő, tehát hogy ha annyit hajlandó az ember arra vállalkozni, hogy a diákok legyenek azok, akik gyakran segítenek neki, és akik gyakran előállnak a saját ötleteikkel, akkor tényleg sok szempontból csak a keretet és a terepet kell megadni nekik, és ők dolgozni fognak. És hogyha én velem is van, hogy én kérdezem tőlük, hogy szerintetek mit lehetne ebből csinálni, vagy ebből csinálni, és ők már pörögnek az ötletekkel gond nélkül. Tehát, hogy az nagyon sok dolgot ők hoznak hozzánk. Még itt felmerült egy kérdés, hogy a házi macskával kapcsolatban mit meg lehet, hogyan lehet csinálni. Hát például nagyon jó pofán meg lehet csinálni, akár fel lehet építeni egy Minecraftból is egy macskát, aminek a belső szervei akár ilyen keresztmetszetben láthatóak, és lehet nézegetni, hogy hogyan is épül fel, meg mi micsoda benne. Ugye főleg az Education Editionben ott akár hosszú táblákat is le lehet rakni, lehet macska múzeumot csinálni, amiben táblák, képek vannak, sőt az Education Editionben ugye az is van, hogy akár linkek is lehetnek, amik kifelé mutatnak, úgyhogy nagyon sok mindent meg lehet csinálni, egérvadász játékot is akár. Csomószor ahhoz, hogy igazán jól használja az ember az oktatásban a Minecraftot, ahhoz kell az, hogy ilyen szimbolikusan tudjon egy kicsit gondolkodni, és hogy akkor mit, hogyan lehet ezeken a kereteken belül megcsinálni. De a gyerekek ezekben tényleg baromi jók, tehát ők ezt nagyon, nagyon nagy élvezettel csinálják. Lehet, hogy nem a Kafkát kellene ide rakni. Ha nem mondjuk ezt a hátteret. Jó, én nagyon sajnálom, hogy itt közben jött ez a technikai probléma, és remélem, hogy attól még nem volt teljesen élvezhetetlen. És mindenkit hívok, hogy holnap, jövő héten, csütörtökön ugyanígy 7 órakor, akkor a Szabó Imre fog beszélni, aki egy nagyon jól menő Minecraft szakkört visz a saját iskolájában. Köszönjük szépen az előadást, és akkor biztatunk mindenkit, hogy próbálja ki a Minecraftot, és egy jó kis projekttel nevezzen a digitális témahétre.